gondolkodol olyan nagyon mélyen? Azon gondolkodom, hogy tulajdonképpen milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni. Mindjárt a legelején, amikor elkezdődik bemutatni a szereplőket. Nagyon nagy listám van. Nagyon nagy listám van. Tolnai Klári. Nagyon sokat dolgoztunk. Kismanyi. Hát csodák. Psota Irén, akivel rengeteget dolgoztunk. És hát még sorolhatnék nagyon sok mindenkit, nem akarok népsorolva. De ők azok, akikkel álmodom, akikkel ma is beszélgetek, és hozzátartoznak örökre az életem. Ki a, aki legtöbbször meglátogat most? Súlyok és Dajka. Enni valamit is hozzá. Jaj, az egy rettenetes idő. De fáj a dereka. A térdem is nagyon reszke. Jaj, de aranyos az a kis ládikó. 85 múltam, most már fél évvel. Azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon izgalmas életet adott nekem a teremtő, mert én tulajdonképpen egy mániás ember voltam egész életemben, aki gyerekkorától kezdve belevolondult a színházba, és ez egy olyan plusz tartalmat adott az életnek, hogy nem menekültem a színházba, de igazából a második valóságba értem. Az volt a szokásom, hogy órák alatt különböző darabokat kiosztottam, és ezt megőriztem, ezt a játékot. Melyik volt az utolsó előadás? Utolsó rendezésem? Az volt az ötletem, hogy úgy kell befejezni, ahogy elkezdtem, operettel. És a Denevért rendeztem. Hogy élted meg az utolsó rendezésedet? Tudtad-e, hogy utolsó? Tudtam. És mit éreztél? A Denevér előadásának a tapsrendjét megállították, az egész társulat bejött a színpadra, és elbúcsúzott tőlem a közönség előtt. És én be kell, hogy valljam, elsírtam, nagyon sírtam. Úgyhogy ez rendkívül nagy megpróbáltatás volt, úgyhogy ez egy életem egyik legnagyobb kataklizmája. Ma volt és maradt. Meddig érezted azt, hogy hiányzik a rendezés? Őszintén megmondom, hogy egy nagyon-nagyon nehéz depressziós korszakom következett, amiből csak úgy tudtam kirántani magamat, hogy a feleségemmel való közös beszélgetéseink alapján elkezdtem írni a könyveimet. A színházról írással és gondolkodással, tapasztalataimmal, élményeimmel visszarángattam magam a színházból. És ez még az öregségemben is egy olyan tartalék, hogy nem csak a feleségemmel tudok beszélgetni, amikor magamban vagyok, hanem ezekkel az emberekkel, akikkel együtt lehettem. Valahogy visszavarázsolom az előadásokat, és azokról beszélünk. Tehát együtt emlékezünk, nem egyedül emlékezünk.